A Beta Televízió híradója következik, köszöntöm Önöket! Megalakult az új nyírbátori képviselőtestület. Környezetvédelmi állásfoglalást fogadott el a testület. Tölgyes Dorottya csapatvilágbajnok lett. A nyírbátori képviselőtestület alakuló ülésén módosították a szervezeti és működési szabályzatot, új alpolgármestert választottak és döntöttek aktuális kérdésekben. Ez egy alakuló ülés volt, de nem csak egy sima alakuló ülés, hanem utána átment ez munkaértekezletbe, és ezek után megtörténhetett a képviselőknek az eskütétele, majd külön a polgármester eskütétele. A szervezeti és működési szabályzatnak a módosítása és ennek eredményeképpen egy új szervezeti működési szabályzat alkotása, amelyben a legfontosabb működési elveket kell a képviselőtestületnek rögzíteni. Ráadásul az alpolgármesterekkel kapcsolatos jogállást is ebbe a rendeletbe kell rendezni. Tehát azért rendelte polgármester úr szünetet, mert a elfogadott SMS-t hatályba kellett léptetni, ki kellett hirdetni ahhoz, hogy utána a társadalmi megbízatású alpolgármester személyéről lehessen döntés. Miért döntött úgy, hogy elvállal egy alpolgármesteri tisztséget? Ez nem egy szokványos, hogy egy volt polgármester egyéni képviselő, vagy utána elvállal egy alpolgármesteri feladatot, de igazából ez nem úgy adódott, hogy elindultam polgármesternek, nem nyertem, és beülök a nyerő polgármester mögé, hanem egy addig is együtt működő csapatnak a részeseként gondoltam úgy, hogy tovább segítem ezt a munkát. Mi lesz önnek a feladata? Még egészen pontosan nem állapodtunk meg polgármester úrral, hisz lesznek olyan feladatok, amit konkrétan rám bíz, és úgy gondolom, hogy amit az előző ciklusban a alpolgármester úr végzett, a bizottságoknak, a munkájának a összehangolása, segítése, az továbbra is feladat marad, és természetesen a polgármester úr helyettesítése. De a városvezetés ezzel még nem teljes, ugye, mert itt szóba került az is, hogy a későbbiekben egy külső alpolgármestert is választhat ez a testület. Igen, bekerült a szervezet és működési szabályzatba, hogy adott esetben külsős, tehát aki nem a képviselőtestület tagja, olyan alpolgármestere is lehessen a városnak, aki adott esetben, hogyha erre sor kerül, akkor főállásban fogja a tevékenységét ellátni a mostani szabályozás szerint. Természetesen, hogyha ezzel kapcsolatos elképzelések megváltoznak, akkor az SMS-be hozzá kell igazítani a helyi valósághoz majd ennek a módját. Létrejött egy új titulus is, lett egy új tanácsadó vagy főtanácsadó Veres János személyében. Hogyan illeszkedik ebbe a körbe? Nem az önkormányzat szervezetébe fog illeszkedni, vagy a polgármester úr ezt hangsúlyozta is, hanem a polgármesteri hivatalnak lesz a dolgozója, csak a feladat ellátása és a megnevezése önkormányzati tanácsadó lesz, tehát az önkormányzat munkáját fogja segíteni. Mint ahogy említettem, hogy nem csak az alakuló üléssel kapcsolatos dolgokat kellett rendezni, hanem az élet halad, és azokat a fontos döntéseket is meg kell hozni, amelyek az előző testületi ülés óta keletkeztek. Például a társulással kapcsolatosra azt említette polgármester úr, hogy már 5 hónap eltelt eredménytelenül a per felfüggesztése óta, és a képviselőtestületnek kell arról döntést hozni, hogy akkor ő már szeretne ennek az ügynek a végére pontot tenni, és ezért a jogi képviselőt a képviselőtestület döntése alapján arra fogja kérni, hogy tegye meg azokat a szükséges intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a per tovább folytatódjon. Az építési szabályzattal kapcsolatban pedig vannak olyan területei a városnak, amelyel kapcsolatban a szabályozásról kell dönteni, vagy éppen kiemelt fejlesztési területté kell nyilvánítani az Unilevelről és az egyházi iskola óvoda környékéről volt szó, és a hitelfelvétellel kapcsolatban pedig azért kellett módosítani a korábbi elképzelést,
mert az önkormányzat időközben értékesített olyan ingatlanokat, amelyek jelzálokként voltak a hitelfedezetéül megjelölve, és ezért újabb ingatlanra kellett ezt rátenni, ezt a jelzálogot, valamint arról is döntött a képviselőtestület, hogy úgymond indokolatlanul nem fogja az önkormányzati önerőt egy külön számlán parkoltatni, hanem csak olyan mértékben és módon, ahogyan a hitel igénybevétele megtörténik. A jövőben csak a környezeti terheléseket csökkentő fejlesztésekhez járul hozzá az önkormányzat. Erről a testület alakuló ülésén egy állásfoglalást is elfogadtak. A testület mai ülésén önök elfogadtak egy olyan állásfoglalást, ami tulajdonképpen szabályozza azt, hogy a cégek a jövőben milyen fejlesztést hajthatnak végre, pontosabban, hogy az önkormányzat mit támogat és mit nem. Ez az állásfoglalás milyen erővel bír majd? Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly és határozott állásfoglalás a képviselőtestület részéről, és nyilván itt a különböző hatások, környezeti szakhatások, közlekedés, zaj és egyéb tekintetben az elmúlt időszak gazdasági fejlesztését figyelembe véve komoly lakossági terhelés van. Mi ezt soha nem vettük félváról, de fontosnak gondoltuk, hogy ne csak a problémák megoldására keressük meg a lehetőséget, ez nyilván folyamatban van, erről a következő testületülésen fogunk tárgyalni, hanem abbéli szándékát is kifejezze az önkormányzat, hogy előre tekintve a következő évek fejlesztését figyelembe véve olyan beruházás ne valósuljon meg, ami ezeket a helyzeteket ne tenné jobbá. Magyarul csak olyan fejlesztés valósuljon meg a városban, gazdasági fejlesztés tekintetében, ami ezeket a környezeti hatásokat, a lakosságot érintő környezeti hatásokat csökkenti, tehát jobb helyzetet eredményez, mint a kiinduló állapot. Még akkor is, ha ezek mondjuk bővülő fejlesztések, tehát adott esetben normál esetben azt gondolnánk, hogy egy kapacitás bővítésnél a környezeti hatások nőnek. Fontos nekünk, hogy a város ilyen szempontból környezettudatos legyen a jövőben, és csak azok menjenek keresztül, amelyek ezeket a környezeti hatásokat csökkentik. Az önkormányzatnak ebben döntő beleszólása lehet? Abban a tekintetben nyilván hatósági eszközeink sok esetben nincsenek. A jogszabályok mindenkit kötnek, az önkormányzatot is kötik, ami azt jelenti, hogy nyilvánvalóan, ha benyújt egy cég egy építési engedélyt, ami hatósági osztályunkra, akkor az építési engedélyt, amennyiben megfelel a szabályoknak, ki fogja adni, meg ki kell adnia. Nyilvánvalóan itt teljesen más eszközökről van szó. Azt azért tudni kell, a városlakók szerintem tudják, a képviselőtestület tagjai pedig pláne, hogy azért egy beruházást egy önkormányzat különböző szabályozási eszközökkel, rendezési tervi előírásokkal, egyéb jogszabályi kötelmekkel, bizonyos tulajdonosi döntésekkel azért elég erősen tud szabályozni. Nem értékesít például ingatlant olyan beruházáshoz, ami ilyen hatásokat kelt, nem járul hozzá a rendezési terv bizonyos fokú módosításához, azért, hogy az a beruházás megvalósuljon. A közmű fejlesztések kapcsán nem működik együtt adott esetben a céggel. Tehát megvan az az eszközrendszere, hogyha az önkormányzat ebben határozott és egységes kiállást képvisel, hogy egyéb módon minden olyan fejlesztést lehetőleg lehetetlenítsen el a jogszabályi keretek között természetesen, amely együttműködés nélkül ezek a fejlesztések bizonyosan nem valósulhatnak meg a városban. Beszélt itt ezen a testületülésen a szakhatásokkal a kapcsolatos intézkedésekről. Végül is akkor most időarányosan hol tart ez az ügy? Én azt gondolom, hogy a városlakók többsége is érti és érzékeli, hogy a szakhatásokkal kapcsolatban jelentős változások történtek az egy évvel ezelőtti állapothoz képest. Ugyanakkor meg kell állapítanunk, hogy nem szűntek meg a szakhatások, és jelenleg is több esetben komoly hatásokat érzékelnek a városlakók, nyilván eltérő időpontokban, eltérő tevékenységből származóan. Ami ebben fontos előrelépés, az nyilvánvalóan az, hogy a következő időszakban a Környezetvédelmi Hatóság osztályvezetője részéről egy olyan anyagot fogunk kapni, amelyet a város lakossága számára nekünk ez a feladatunk, hogy tájékoztatást is adjunk, ami egyfelől összefoglalja, hogy milyen konkrét dolgok történtek az elmúlt időszakban, mik okozták a mostani esetben ezeket a szakhatásokat, és milyen olyan előírásokat fogalmasított a hatóság, amelyeket végre kell hajtani ezeknek a cégeknek, hogy a jövőben ezek a szakhatások megszűnjenek. Ami ebben nagyon fontos, hogy az önkormányzat több területen is sokkal határozottabban fog részt venni ezekben a folyamatokban, nyilván szakemberek bevonásával, nyilván technikai eszközök igénybevételével, külső cégek bevonásával, együttműködve a hatóságokkal, és nyilvánvalóan erről a lakosságot folyamatosan tájékoztatni is fogjuk. Én továbbra is hiszek abban, hogy a cégek együttműködésével ezek megoldhatók, de továbbra is igaz az a megállapítás, hogy amennyiben nem, akkor a hatóságnak, a környezetvédelmi hatóságnak van lehetősége a cégek tevékenységét korlátozni vagy megszüntetni.
Újabb helyiséget nyitottak meg az Alkotóházban a tervezett Határőr Múzeum alakuló gyűjteményének. Bár már igen színes a jelenlegi kollekció is, még várják az egykori határőrségi emlékeket Nyírbátorban. Az eddig összegyűlt relikviák között igazi különlegességek is vannak. Jelenleg még mindig az Alkotóházban beszélgetünk az alakuló határőr gyűjteményről. Egy dolog viszont biztos, hogy még egy helyiséget meg kellett nyitni azoknak a relikviáknak, amelyek szépen lassan a hónapok alatt összegyűltek már, és megérkeztek ide Nyírbátorba, hiszen azért nem minden innen leledzik. Egy-két különleges dolgot a mostani beszélgetés alkalmával is meg tudunk majd mutatni. Emeljünk ki párat. Talán a legutóbbi szerzemények, idézőjelben szerzemények közül emelném ki Heizer György nyugalmai dadátábornok, a volt kerületparancsnok fia hozta el édesapjának a járőr zseblámpáját, ami ilyen lényeges dolog, de van itt a sorállomány, talán még emlékszik rá, a mozigép, amelyvel a filmvetítéseket tettük, de van itt 1937-es szerződés az első magyar királyi határőr ezred zenekarával kapcsolatban, aki később karnagya is lett a határőrségnek, az ő szerződése, és nagyon sok minden más is, amit talán képanyagban jobb bemutatni. Körülbelül olyan 800 tétel van itt, ebben a két helyiségben, és körülbelül olyan 2000 darab, de hozzáteszem, hogy nem csak itt az Alkotóház termében vagyunk, hanem a városi könyvtárban, ami olyan jellegűek, könyvek, kiadványok, a határőr újságnak a bekötött több évfolyama is, ahol mint egy kihelyezett részét kívánjuk kutatóhelyként a közönségnek rendelkezésére, az érdeklődőknek a rendelkezésre bocsátani, ahol bele lehet lapozgatni a dolgokba, ahol ki lehet fényképezni, jegyzetelni lehet, akár diplomamunkához, akár csak egyszerűen a múlt felidézése kapcsán. Jellemző-e az, hogy más megyékből érkeznek ilyen relikviák? Történt-e ilyen az elmúlt hónapokban? Igen, természetesen volt olyan, aki Ágfalván volt határőr, és a leszerelő zászlaját küldte el például, ő most Veszprémben él, de Budapestről is kaptunk, de hogy más ne említsek, a Bindek altábornagy úrnak a ruházatából, illetve az ő általa biztosított relikviákból is jócskán került ide hozzánk, ami szintén Budapest mellől jött. Ami nekem érdekes volt, bár azoknak, akik használták azt a kenőcsöt, annyira biztosan nem, vagy hát boxot, az, hogy még létezik ilyen katona márkájú a sorállomány számára biztosított box. Hogy maradhattak meg ezek? Kinél maradt meg ilyen? Hát az egyik nálam. A másikat éppen a Heizer tábornoknak a fia, Heizer György barátunk, nyugállományú határőr őrnagy hozta el, és valószínű, hogy még az asztalfiókban itt-ott még vannak, vagy valahol a cipős szekrény alján, így kerülnek ezek elő. Ez a gyűjtemény a mostani felállás szerint, ugye már ez is bőven alkalmas arra, hogy egy ilyen állandó tárlat megnyíljon belőle? Természetesen, bőven, sőt valószínű, hogy minden, főleg a ruházati anyagból mindegyik darab kise lesz állítva, hiszen van, amiből több is van. Hát majd akkor, amikor már megvan a helység, megvannak a területek, akkor fogunk tudni pontosan, konkrétan ebben állást foglalni. De sok minden, hogyha nem is magában a tárgyban lesz kiállítva, de fényképek kapcsán igen, azok is már előkészítés alatt vannak, digitalizálva itt a, elsősorban a 90-es évek előtti fotók, de már rendszerezzük a többit is, ami 94 elsősorban, amikor én lettem a sajtóreferens és én készítettem a fotókat, azok külön vannak, azokat is már rendszerezzük. Alegységenként, tárgyanként, személyenként, tehát gyakorlatilag egy interaktív kiállítást szeretnénk létrehozni. Nyírbátor az első állomása annak a vándorkiállításnak, amely a Nyíregyházi Törvényszék és a Kelet-Magyarország napilap közös szervezésében valósulhatott meg. Az életre kelt relikviák elnevezésű tárlat a Nyírbátori Járásbíróság épületében tekinthető meg.
Ez a kiállítás a Nyíregyházi Törvényszéken indult 2019. október 17-én. Az Országos Bírósági Hivatal értékmegtartó programjába illeszkedik az a kiállítás, amelyet a Nyíregyházi Törvényszék szervezett meg. A célunk mindenképpen az volt, hogy megmutassuk azokat az értékeket, amelyek a bíróságnak a birtokában vannak, és egyúttal kifejezzük azt is, hogy bár elsődleges feladata a bíróságnak természetesen az igazságszolgáltatás, de mindemellett az érték megőrzés és az érték teremtés is olyan feladat, amelyre az igazságszolgáltatási tevékenységünk ellátása mellett odafigyelünk. És amiért ez nagyon fontos, mert, és azt gondolom, ez nem közhely, de nagyon sokszor a jelenbeli problémákra a megoldást a múltban találjuk meg. Ezért mindig meg kell állnunk, és vissza kell tekinteni a múltba, mert hasznos. A kiállítás két részből áll. Az egyik egy tárgyi kiállítási rész, egy élő saroknak nevezzük mi, amely sajnos nem lehet itt. Ezek a tárgyak folyamatosan megtekinthetőek a Törvényszék Bocskai utcai épületében, a második emeleten a díszterem előtt, de a tárgyak mellett nagyon fontosnak tartottuk azt is, hogy megörökítsük ezeket a tárgyakat tabló formájában, amelyek itt láthatóak kihelyezve, és azért is nagyon nagyszerűek ezek a tablók, mert így mindenki nem csak a tárgyakat nézheti meg, hanem tulajdonképpen megismerheti megyének valamennyi járásbíróságát, mert azt gondolom, hogy nagyon sokaknak újdonság az is, hogy hol van járásbíróság, és egyáltalán milyen épülete van annak a járásbíróságnak az adott városban. Tehát a cél akkor mindenképpen a nyitott bíróság teljes mértékű megteremtése. Igen, azt gondolom, hogy teljes mértékben két programba igazodik ez a kiállítás, az értékmegtartó programba és a nyitott bíróság programjába is, mert ugye a kiállítás megtekinthető, itt a Nyírbátori Járásbíróságon is a mai naptól több napon keresztül lesz megtekinthető, és ezáltal közelebb kerülnek az emberek az igazságszolgáltatáshoz és a bíróságok értékeihez. A vendorkiállítás jó néhány tablóból áll, viszont nekünk itt Nyírbátorban, ami itt látszik, az a kettő a legfontosabb, hiszen a Nyírbátori Járásbíróság épülete látható néhány adattal és érdekes fotóval a háttérben. Készült-e valaha bármilyen jellegű kutatás, indult-e, ami kimondottan ennek az épületnek, ennek a működésnek a történetét dolgozza fel? Hát sajnos nem készült még eddig, de tervezzük, hogy kutatásokat fogunk végezni. Helyben nem sok mindent tudtunk feltalálni. Szerencsénk volt, mert lent az irattárban 50 előtti iratokat megtaláltunk, amiből néhány dologról képünk lett. Például olyasmiről, hogy régen a hivatalban működött a bíróság, a hivatal épületében, ami most a polgármesteri hivatal, az alaksorában volt a fogda, és nagyon érdekes dokumentumokat találtunk a fogda működtetésével kapcsolatban is. Azt is menet közben részben helyi személyektől, részben családon belül tudtuk meg, hogy ez az épület valamikor gazdakör célját szolgálta. Erre a célra építették, színházi előadásoktól kezdve bálokig mindenféle közösségi rendezvényt tartottak. Majd miután ugye a hivatalban megszűnt ez a lehetőség, akkor költözött át ide a bíróság, és itt működött a telekkönyv is, amit ma ingatlan nyilvántartásnak becéznek. Kik láthatják a napokban, hetekben ezt a kiállítást, hiszen ez nem egy olyan épület, ahova akárki bármikor bejöhet? Az idézést kapott ügyfelek, akik ide belépnek, gyakran hozzátartozóikkal is, természetesen semmi akadálya, hogy megnézzék a kiállítást. Csak egy része van a tényleges kiállítás anyagának itt kiállítva. A vitrinek azok a törvényszék épületében találhatóak, de minden megyeterületén működő bíróságról van egy tabló, amiből némi fogalmunk lehet. Tervezünk decemberben egy napot, amikor a nagyobb közösség számára, a nyírbátoriak számára lehetőséget biztosítunk arra, akár iskolákból, akár intézményekből, akár az itt lakó emberek részére, akik megnézhetik ezt a kiállítást, illetve magát a bíróságot is, aki erre kíváncsi. Egy ilyen nagymúltú napilap életében, mint a Kelet-Magyarország, mekkora kihívásnak számít egy ilyen munka, aminek egy kiállítás az eredménye? Ez a kiállítás mindenképpen egy szimbolikus értékkel bíró kiállítás,
ugyanis a megyei napilap és a megye igazságszolgáltató intézményrendszere közötti hétköznapi kapcsolatokat tükrözi, azt a kiváló kapcsolatot, amely mentén ugye az igazságszolgáltatás végzi a maga munkáját, hivatását, igazságot szolgáltat, mi pedig információt, és hogy mi ezt korrekt módon tudjuk tenni, ahhoz egy nagyon jó kapcsolatot ápolunk az intézményrendszerrel, a megyei igazságszolgáltató intézményrendszerével, és ez a kiállítás pedig egy kicsit túllép ezen a hétköznapi információs tájékoztató munkán, hiszen itt egy kicsit hivatás, szakmatörténeti munkába kapcsolódtunk be. Örömmel tettük, mert ez egy plusz és ráerősít a hétköznapi együttműködésre. Napilap révén nyilván a napi eseményekről kell beszámolót adni, aktuálisnak kell lenni. Milyen gyakran kell a múlthoz visszanyúlni, az újság saját lenyomataihoz? Jó pár éve vezettem be azt, hogy minden hétfőn a Kelet-Magyarország elmúlt 7,5 évtizedének a lapszámaiból talúzunk, és nagyon érdekes kordokumentum értékkel bír az, hogy 70 éve mi volt a hír, meg 60 éve, 50 éve, és így tovább. És hát egy nagy mérföldkőhöz érkezünk ezen a héten. November 8-án lesz napra pontosan 75 év, hogy megjelent a megyei napilap a jogelőd, akkor még magyar nép néven, és hát erre is szeretnénk méltó módon visszatekinteni, megünnepelni. Ebben az évben is megtartotta a hagyományos halottak napi emlékező ünnepséggel egybekötött koszorúzását a Nyírbátori Határőrigazgatóság Nyugdíjasai Egyesület. Az ünnepi beszédet követően megkoszorúzták az egykori határőrigazgatóság területén felállított kopjafát. Tinku István százados, Siklósi László őrnagy, Pál Ferencné polgári alkalmazott. Hanyadik alkalom ez már, hogy a halottak napja környékén itt az Egyesület megszervezi ezt a koszorúzást? A Egyesületünk már 12. alkalommal szervezik meg ezt a koszorúzást a halottak napja környékén. A korábban Nyírbátori határőrkerületnél szolgált volt kollégák emlékére, és minden évben halottak napja tájékán, vagy előtte egy-két nap, vagy a napján szoktuk ezt a rendezvényt megtartani. Akik részt vettek már ilyen koszorúzáson, azok nagyon jól tudják, hogy itt az egykori határőrség egykori munkatársait név szerint felsorolja. Igen, így van, név szerint felsoroljuk a volt kollégáknak a neveit, de ebbe bele kell érteni azokat is, akik nem hivatásos állományúak, hanem polgári állományúak voltak. Kezdetektől kezdve, tehát 1946-tól egészen 2019-ig bezárólag. Az önök egyesülete szervezi ezeket a koszorúzásokat, de melyek azok a szervezetek, hivatalok esetleg, akik ilyenkor még eljönnek koszorúzni? Természetesen ilyenkor mi a volt kollégák körében ugye úgymond hát ismertetjük azt, hogy mire készülünk és milyen rendezvényt fogunk tartani, és meghívjuk a határrendészeti kirendeltségek vezetőjét, meghívjuk a határrendészeti szolgálatnak a képviselőit, meghívjuk a megyei rendőrfőkapitányságnak a képviselőit, és természetesen az helyi önkormányzatnak a képviselőit is. És ők nagy örömmel tesznek a meghívásunknak eleget, mindig többen eljönnek és koszorút is szoktak elhelyezni itt az előttünk lévő kopjafánál. Ilyenkor nagyjából hány koszorút helyeznek el az emlékezők? Most a mai napon 5 koszorú lesz elhelyezve, illetve hát ahogy látja, itt a megjelentek kezében virágokat, mécseseket látunk, azokat is el fogják majd itt a megemlékezők helyezni. Tartalékból főszereplő lett Tölgyes Dorottya a csapatvilágbajnokságon. Ebben a korosztályban 60 éve nem volt arra példa, amire most, hogy európai csapat lett a világbajnok. She is having tried the first set ball of the third team match. Október végén Lengyelországban serdülő világbajnokságon vettél részt. Számítottál rá, hogy te oda eljutsz? Hát ez volt tényleg az egyik legnagyobb álmom, hogy ide eljussak. Az elején még, mint hogyha az első fél évet nézzük, akkor biztos, hogy benne lettem volna, mert hogy az Európa ranglistán 4. voltam. De az Európa-bajnokságon hátracsúsztam egy helyet, mert nem úgy sikerült igazából az, ahogy szerettem volna, és így sajnos visszacsúsztam az 5. helyre, és így egy francia úgymond bekerült a helyemre. De végül úgy döntöttek a franciák, hogy nem indulnak ezen a versenyen.
A döntőben viszont első számú játékosként tekintettek rád, vagy választottak téged. Engem raktak be először hármas helyre az elődöntőben Ázsia ellen. Ott az nagyon-nagyon szép bravúr volt tőlünk, hogy Ázsiát meg tudtuk verni, mert ott volt a későbbi győztes is. Ő azt hiszem, hogy egy meccset nyert ellenünk, csak a román ellen. Utána meg egy koreai volt, azok is nagyon jól játszanak. Én egy szingapúrit vertem meg, annak is nagyon örültem, mert előttem van a ranglistán. A döntőben ott azért volt egy kis remegés, mert azokkal játszottunk, akiktől legelső meccsen kikaptunk. Pont a, nem is azt mondom, hogy a leggyengébb csapat ellen, de a kicsik ellen, a Hopesok ellen. És itt azért féltünk, főleg a román, hogy ő nem nyert ott meccset, és hogy most mi lesz, és akkor így Csilla úgy döntött, hogy akkor engem berak egyes helyre, és hát sikerült minden meccset megnyerni így. Nagyon büszkeik lehetünk rá, és nagyon elégedettek lehetünk ezzel az eredménnyel, hogyha valaki ezt a verseny előtt azt mondja, hogy ilyen eredménnyel fog hazatérni, akkor én ezt minden gondolkodás nélkül aláírtam volna. Azt gondolom, hogy egy ilyen világversenyen a legjobb 8 között lenni egyénibe, az nagyon gyönyörű. Az, hogy a csapatot meg tudták nyerni, ez pedig azt hiszem, hogy ez pedig példaértékű, és példa nélkül is, ha jól emlékszem, a számra 60 év óta van ez a serdülő világverseny megrendezve, és azóta csak ázsiai csapat tudott nyerni, európai most nyert először, és az, hogy ennek Tölgyes Dorottya aktív részese lehetett, azt gondolom, hogy ez neki is egy nagyon nagy élmény, nekünk meg egy nagyon nagy referencia, hogy az a munka, amit itt mi elvégzünk Nyírbátorba, az nemzetközi szintéren is megállja a helyét. Az év sportolója díjat is elnyerted, és már is megkoronáztad egy újabb sikerrel. Gondoltál erre, vagy doppingolt ez téged? Hát tényleg nem gondoltam volna sose, hogy esetleg megnyerjük, mert annyira nem volt benne, szerintem 60 éve nem nyertünk lánycsapat világbajnokságot itt ezen a versenyen, és hogy pont most sikerült, hogy én is így ott voltam, nagyon nagy szám volt, meg hogy ebben a hónapban olyan jó eredmények jöttek, meg tényleg ez az évsportolója díj is, meg volt egy itthoni verseny ott is, hogy az IFIT is meg tudtam nyerni, egyszerűen olyan jó volt, hogy most még ez is, és úgy ez a hónap szerintem életem legjobb hónapja volt. Kedves nézőink, a Bátor Televízió híradóját látták, megköszönöm figyelmüket, további kellemes tévézést kívánok, viszontlátásra! A műsorvezető ruháját a Gabi Mami divatáru biztosította.